Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök február 20-án keddeste a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Legyen lelke Isten árnyékában, könyvbemutató a Piarista Rendházban. Még egy hónapig kérhető az SZIA bevállási tervezetek postázása. Idén is sokan választották Tatát a boldogító igen kimondásának helyszínéül. Megtartotta éves közgyűlését a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sport Egyesület. A 18-tól a 21. századi tatai zsidó temető történetét és az ott feltárt helyi, valamint a Tata környéki települések izraelita felekezetű lakosainak sírköveit ismertető e-könyv bemutatóját tartották február 19-én a Piarista Rendházban. A projekt egy sikeres pályázatnak és az önkormányzat támogatásának köszönhetően valósult meg. A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által meghirdetett a Tatai Zsidó Temető a 18-tól a 21. századi sírköveinek tudományos vizsgálata című pályázatának köszönhetően valósulhatott meg a Legyen lelke Isten árnyékában elnevezésű e-könyvben mutató a Piarista Rendházban. A kötet a tatai és a környező települések izraelita felekezetű lakosainak sírköveit tárja fel, és mutatja be azok hiánypótló történetét. Minden olyan dokumentum, ami az őseinkről, az előttünk itt élőkről, a régi tataiakról szól, az mind-mind a mai élőknek egy olyan többlet tudást biztosít, amellyel a saját mostani életünket is tudjuk igazítani. Az, amikor a történelmnek egy-egy részletét, egy-egy kicsi szeletét föl tudjuk tárni, az különösen is fontos a számunkra, hiszen azon a talajon állunk, azokon a gyökereken nyugszik a mi életünk is, amit az elődeink megépítettek, amit növeltek, növesztettek ide a mi városunkba. Hálával gondolunk az elődeinkre, és éppen ezért ezt a hálát azzal tudjuk kifejezni, hogy a lehető legnagyobb méltósággal és odafigyeléssel és tisztességgel igyekszünk az ő életüket a ma embere számára megpróbálni bemutatni. A projekt tervezése még 2021-ben indult a Goldberger Alapítvány támogatásával, és a közel két éves kutató feltáró munka eredményeképpen 88 féle adatot rögzített 1841 emberről a négy fő szakmai munkacsoport. Az eseményen az érdeklődők szakmai előadásokat hallhattak, többek között a temetőkutatások tudományos értékéről, valamint a projekt céljáról és eredményeiről. Én úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő a tatai zsidó temető feldolgozásában, mert a temető a mai Magyarországon, a tatai zsidó temető a mai Magyarország területén a legtöbb 18. századi sírkővel rendelkező és még ma is működő temető, tehát több mint 250 éve folyamatosan jelen van a város életében. Itt található az ország legrégebbi, 1740-ben eredeti helyén álló sírköve, ami úgy gondolom egészen különlegessé teszi a tatai temetőt. Azon túl, hogy egy gyönyörű, fekvésű, nagyon szép temető, azon túl azt is el kell mondjam, hogy művelődéstörténeti, művészettörténeti, ipartörténeti szempontból is kiemelkedően jelentős műemlék együttesről van szó. Ennek a zsidó temetőnek az értékeit először Goldberger Izidor tárta fel. Ő 1922-ben publikált héber nyelven egy tanulmányt arról, hogy melyek a legrégebbi sírkövei a tatai temetőnek. És ugye ez rávilágított mindjárt arra, hogy a szatmári békekötés után ide betelepült zsidók honnan jöttek, mi volt a nevük, mi volt a foglalkozásuk, milyen helyet foglaltak el a helyi zsidó közösség életében. Tehát a Goldberger Izidor egy nagyon fontos munkát tett közzé.
Március 15-től érhetőek el elektronikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal által elkészített személyi jövedelemadó bevallási tervezetek ügyfélkapunk keresztül. Abban az esetben, ha valaki ebben a formában nem fér hozzá a dokumentumhoz, postai úton is kérheti azt egészen március 18-áig. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről munkáltatói kifizetői adattal rendelkezik. Legyen munkavállaló, őstermelő, áfa kifizetése kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Az elkészített adóbevallási tervezet legkésőbb március 15-től elérhető, legegyszerűbben elektronikusan ügyfélkapun keresztül. Aki nem rendelkezik ilyen azonosítóval, annak március 18-áig van lehetősége adóazonosító jele és születési dátuma megadásával kérni postai úton a tervezetet. Március 15-e a törvényi határidő, amíg a NAV-nak elérhetővé kell tennie a bevallási tervezeteket. Természetesen ez a legkésőbbi határidő, tehát egyébként már tavalyi évben is egy héttel hamarabb elérhetőek voltak a bevallási tervezetek. Ugye ennyi idő kell ahhoz, hogy a munkáltatói kifizetői adatok ide beérkezzenek, a pénztári igazolásokat a NAV feldolgozza, tehát ugye kell ennyi idő, hogy ezek átfussanak a programokon, tehát ez egyébként azt is jelenti, hogy ebben a pillanatban még nem tudunk a bevallásokban segíteni, viszont március 15-től minden további nélkül egészen május 21-ig. Aki a bevallási tervezetét az ESZIA felületen tekinti meg, tehát ők azok, akik a leghamarabb hozzájutnak ehhez a bevallási tervezethez. Ők ugye annyi a teendőjük, hogy az igazolásokat, az M30-as igazolást, a pénztári igazolásokat összehasonlítják a NAV által elkészített bevallási tervezethez. Tehát mindenki, akiről kifizetői kontrolladat érkezik a NAV-hoz, bevallási tervezetet érhet el, vagy készül róla bevallási tervezet. Más kérdés, hogy aki ügyfélkapuval rendelkezik, ők ugye sokkal hamarabb. Na de ugye nem csak azokra gondol a NAV, akik ügyfélkapuval rendelkeznek, hanem minden más magánszemély is kérheti, tehát aki elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett, vagy önként azt nem választotta, lehetősége van arra, hogy a bevallási tervezetet papír alapon kikérje a NAV-tól. Március 18-ig van erre lehetőség, hogy a NAV-tól papír alapon kikérjék a bevallási tervezetet. Ekkor a NAV április 30-áig postázza tértívevényes formában a Magyar Postán keresztül. Erre egyébként a legtöbben az SMS formát választották az elmúlt évben, majdnem pontosan a kétharmad. Ez a 0630-344-4304-es telefonszám, és ugye itt meg kell adni azt a szöveget, hogy SZIA, szóköz, adókártyánkon lévő adóazonosítójel, szóköz, és a születési dátumunk 8 karakteres formában. De természetesen lehetőség van kötetlen levélformában, a NAV ingyenesen hívható infovonalán, a 1819-es telefonszámon, az a lényeg, hogy az adókártya legyen nálunk, és azt be tudjuk mondani, valamint személyesen is a NAV ügyfélszolgálatokon kérhető a bevallási tervezet. Abban az esetben, ha a megkapott tervezetben eltérést tapasztalunk, elektronikusan egyszerű dolgunk van, hiszen bele tudunk javítani, viszont a papíralapú rendszernél a változtatások után saját személyi jövedelemadó tervezetet kell benyújtanunk. Nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg az 1+1%-os rendelkezésről sem, hiszen a megyében több mint 800 civil szervezet közül választhatunk. Több mint 10 éve szervezi meg esküvő varázs programját a Pálma Rendezvényház. A kezdeményezés a nagy nap előtt álló pároknak segít, hiszen a programon az ünnephez kapcsolódó szolgáltatások sorakoznak fel. Az eseményen akár egy komplett esküvőt is leszervezhetnek a szerelmesek, de inspirációnak és tájékoztatásnak is remek alkalom a találkozó. Érdeklődve lapozgatták a párok a kihelyezett brossúrákat, vagy tették fel kérdéseiket azoknak a szolgáltatóknak, akik idén bemutatkoztak az esküvő varázs programon. A Pálma Rendezvényház lassan másfél évtizede hívja életre a kezdeményezést, amely összefogja azokat a szakembereket, akik elengedhetetlenek a szerelmesek nagy napjának kivitelezésében. A rendezvényen sokan megtalálták a számukra megfelelő fotóst, videóst, dekorfelelőst vagy ruhaszalont, de inspirációs célzattal is várták az érdeklődőket a szervezők. 13 évvel ezelőtt hívtuk életre ezt a rendezvényt, aminek az volt az oka, hogy eltűntnek, éreztük magunkat a nagy esküvő kiállításokon, és arra gondoltunk, hogy egy nyílt napszerű dolog az sokkal célravezetőbb lehet hosszú távon, hisz az azoknak a pároknak szól elsősorban, akik nálunk fogják tartani az esküvőjüket, de mégis lehetőséget nyújt másoknak is, hogy a szolgáltatókkal találkozzanak, ezért kezdtük el
ennek a rendezvénynek a szervezését. Örülünk annak, hogy a szolgáltatóink is igyekeznek követni a trendeket, illetve a vendégigényeket, és dacára annak, hogy maga a Pálmaház egy exkluzív műemléki környezet, és inkább a hagyományokhoz áll közelebb, azért igyekszik mindenki a modernitást és a trendeket becsempészni a standjába, a dekorációkba, a süteményekbe, a fotókba, mindenbe. Aki nálunk foglalt 2024-re, ők szinte kivétel nélkül mind itt lesznek. Nyilván, ha egy-két szolgáltatójuk még hiányzik, azt itt pótolni tudják. Sokan vannak, akik szerintem már a jövő szezonra nézelődnek, és előfordul olyan, aki itt aztán nagyon gyorsan leszervez egy esküvőt egy viszonylag közeli időpontra, erre is volt már példa nem egyszer. Az eseményre sokan már konkrét tervekkel érkeztek. Tomai Fanni és párja például Tatán kötik össze életüket idén, augusztus 30-án. A fiatalok számára, bár már körvonalazódott a nagy nap menete, mégis nagy segítség volt számukra is a rendezvény. Fotós videósunk már van, és hát a dekor és a cukrászat, ami érdekel minket, úgyhogy azokat fogjuk majd jobban megvizsgálni, de találkoztunk már néhány kiválasztott szolgáltatóval, úgyhogy elbeszélgettünk már. Segítség arra is, hogy akkor akiket már tudunk, ővelük is esetleg személyesen találkozni, illetve jó, hogy személyesen is láthatjuk, hogy mire számítsunk. Nincs konkrét tematikája, és körülbelül egy 3-4 hónapja kezdtük el a szervezést, úgyhogy egy évet számoltunk rá körülbelül. A rendezvény sokszínűségét bizonyítja, hogy aki nem ragaszkodik az idei, nyár, pénteki és szombati napjaihoz, akár az esküvővarázs programon is leszervezheti az egész ceremóniát még a 2024-es évben. Évenkénti kötelező közgyűlését tartotta február 17-én a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület, amely az egyik legnagyobb sportegyesület a településünkön. Az eseményen az elnökség beszámolt a tavalyi esztendő sikereiről, változásokról, valamint a 2024-es évre vonatkozó tervekről, feladatokról is tájékoztatta a jelenlévőket. Idén ünnepli megalakulásának 20 éves jubileumát a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület. A szakosztály szakmai tevékenysége országosan elismert, évente körülbelül 25 rendezvényt szerveznek, ahol igyekeznek megismertetni a tájékozódási sport szépségeit haladókkal, kezdőkkel, gyerekekkel, valamint mozgáskorlátozott sportolókkal egyaránt. Jelenleg 12 szakosztály működik az egyesületen belül, a taglétszám pedig közel 400 főt számlál. Az évenkénti kötelező közgyűlés alkalmával a vezetőség ezekről a sikerekről is beszámolt a megjelenteknek. 2023 is számunkra sikeres volt, de a legsikeresebb most az, hogy idén töltjük be a 20. évfordulónkat. 2004-ben alakult az egyesület, és minden évben hoztunk valami pluszt, és ez így volt a tavalyi évben is, és erről fogok én beszámolni. Jelenleg összesen 12 szakosztályunk van, de alapvetően amatőr sportolókból áll, nagyon kevesen csinálják országos szinten is, de azok mindig megállják a helyüket. A lövészet, a közelharc, az atlétika gyakorlatilag majdnem mint katonákból áll. Most alakult egy új szakosztályunk, az egyik fitness erőléti szakosztály, az szinte fele legalább katona. Azoknak a laktanyában is van az edzésük, íjászoknál is sok katona van, tájfutók, mint alapító szakosztály, ott néhány katona van már csak, de főleg a civilek jönnek már oda. Elsősorban a tájfutók indulnak olyan versenyeken, ahol akár országos bajnokságot is lehet elérni, illetve hát az íjászoknál van egy versenyszezon, ott szintén több országos dobogós helyezésünk van. Elsősorban az íjászaink csinálják ezt a hagyományos, tradicionális íjászverseny minden évben, minden év június elején. Ott nagy látványosság, mikor beöltözött honfoglalás korabeli jelmezekbe öltözött íjászok lepik el a várat és a környékét. Illetve hát tájfutásban van néhány olyan rendezvényünk, ami ugye messze van az erdőkben, de idén majd csinálunk egy olyat, amit magában a városban lesz, laktanya melletti lakótelepen, ami reméljük, hogy jól fog sikerülni. Minden ilyen versenyünkön van nyílt kategória, és hát a versenykiírás alapján kell jelentkezni, tehát ha csak úgy váratlanul betoppan, akkor nem biztos, hogy tud indulni, de előzetes jelentkezéssel biztos. Kis nosztalgiával is, épp ezt a beszámolót ezzel fogom kezdeni, hogy visszaemlékezünk az elmúlt 20 évre. A megalakulás ugye 2004 nyarán döntötte el a csapat, akkor még a tájfutók, a TAC-ból váltunk ki, és hát végülis ezek lettünk. Most már 360 fővel, 12 szakosztállyal.
A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete víradást szervez február 26-án hétfőn az Eötvös József Gimnázium és Kollégiumban délelőtt 10 órától egészen délután 1 óráig. Nagyon fontos, hogy csak az adhat vért, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya meghaladja az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Ezen felül minden véradónak be kell mutatnia a személyi igazolványát, lakcímét, igazolókártyáját, valamint a tajkártyájára is szükség lesz. A Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt filmklubjában február 21-én délután 16:30. Az eseményen a Pogány Madonna című filmet tekinthetik meg a résztvevők, majd moderátor vezetésével beszélgetés következik. A program ingyenesen látogatható, de a szervezők kérik, hogy részvételi szándékukat a 34-es körzet 380-281-es telefonszámon előzetesen jelezzék. Következzenek keddesti híreink, még egyszer röviden. Legyen lelke Isten árnyékában, könyvemutató a Piarista Rendházban. Még egy hónapig kérhető az SZIA bevállási tervezetek postázása. Idén is sokan választották Tatát a boldogító igen kimondásának helyszínéül. Megtartotta éves közgyűlését a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sport Egyesület. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök február 20-án keddeste a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírszemleműsorunk következik, majd sport összefoglalónkat láthatják. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!